liberalizmus vagy halál. Az elmúlt évtizedben a Republikan Intézetben amolyan szállóigévé vált ez a mondat. Az előttünk álló beszélgetésekből talán az is kiderül majd miért. Politikáról, közéletről, aktuális eseményekről és a liberalizmus kérdéseiről beszélgetünk vendégeinkkel. Liberalizmus vagy halál? A Republikan Intézet podcastja. Akkor kezdjünk bele. Szervusz Péter, Mihály Péterrel, közgazdásszal, egyetemi professzorral beszélgetek itt a X-edik adásán, a podcast adásán a Republikon Intézetnek. Liberalizmus vagy halál címet visel ez a beszélgetés sorozat, a régi szép időkre visszatérve. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egészségügyről beszélnénk. Volt idő, amikor jó sokat ültünk mi együtt egészségügyről beszélni, és hadd kezdjem ezzel, hiszen pont most, amikor ez az egész orvosi kamara felszámolás ügy folyik, akkor gondoltam, meg is írtál sokan nekem, rögtön ez volt az első gondolatom. Én úgy emlékszem, hogy én is érveltem a parlamentben amellett, hogy ne legyen kötelező a kamarai tagság. Én magam, mint liberális ember mindig is azt gondoltam, hogy még a szakmai civil szervezetek is akkor működőképesek, hogyha ez önkéntesen, saját elhatározásból és nem valami külső kényszerből történnek. Mit látsz te ebben most, ebben az egész MOK történetben? Mi zajlik itt? Mit gondolsz erről, hogy ilyen nagyon aktuálisan kezdjük, aztán majd szélesebb körre megyünk? Kezdjük azzal, hogy vajon most az ország, a kormány ugyanabba a folyóba lépett bele másodszor, hogy ez az analógia helyese. És az az igazság, hogy olyan sok minden történt, ahogy te elfelejtetted, már én is elfelejtettem, hogy pontosan hogy is történt ez, amikor az SZDSZ vagy a Szociálliberális Koalíció azt javasolta, hogy függesszék fel a kötelező kamarai tagságot, de utána lehet nézni 5 perc alatt, és akkor felidézi az ember a saját emlékeit. Ugye akkor a dolog úgy nézett ki, hogy a magyar gazdaság szereplői, az egyéni vállalkozók, a cégek, kisebb cégek főként úgy gondolták, hogy mindenféle kamarai kötelező tagság számukra fölösleges pénzkidobás, és az SZDSZ ezt, mint politikai programot támogatta. Tehát nem az kamaráról, nem az orvoskamaráról volt, hanem az összes ehhez hasonló szervezetről. Az orvoskamaránál még az a külön érdekesség is volt, hogy az orvos társadalom, akik ugye alapvetően akkor alkalmazottak voltak, egy részük már házi orvos és vállalkozó, de ők is nagyon utálták azt, hogy a kamarának fizetniük kell, nem is kevés pénzt. Tehát volt egy ilyen igény, és ezt az SZDSZ felvállalt, ez benne volt a kormányprogramban. Szó nem volt arról, hogy az egészségügyi reform és a kamara tagság felfüggesztése, vagy a kamarai törvény felfüggesztése, az szorosan összekapcsolódna. Én nem akarom azt mondani, hogy ez nem merült fel, dehogy nem merült fel, és valóban az akkori kamara, amelynek Éger István állt az élén hosszú-hosszú ideig, tényleg nagyon erősen Fidesz-párti volt, nyíltan és nem titkoltan, és minden akcióját a Szociálliberális Koalíciónak blokkolta. Tehát ez szempont volt, de nem volt döntő szempont. A mából visszatekintve azt mondanám, és ezt el is mondtam rádióadásban nyilvánosan, hogy összességében hiba volt, hogy annak idején az SZDSZ, úgy is mondhatom, hogy mi felléptünk a kamara ellen, és azért volt hiba, mert túlbecsültük kamara jelentőségét az egészségügyi reform kapcsán. Valóban féltünk attól, hogy ők akadályozni fogják a reformot, de valójában az történt, hogy sokkal komolyabb akadály merült föl. A szocialista párt néhány kulcspolitikusa, azok, akik a parlamentbe ültek és egészségügyel foglalkoztak, fúrták a reformot ezerrel, és ehhez képest a kamara szerepe nem volt igazán jelentős. Tehát utólag visszatekintve lehet azt mondani, hogy pusztán az egészségügy szempontjából fölösleges volt újat húzni a Magyar Orvosi Kamarával akkor. Oké, én magam most is azt gondolom egyébként, ugye, hogy miközben azért itt megjelentek más kötelező kamarák, ugye most már a pedagógusoknak is kötelező kamarájuk van, ugye a vállalkozói, ugye parakféle kamara. Hát ez akkor is létezett. De nem volt kötelező. De, hogy? Akkor hogy is kötelező persze, volt? Persze. Csak és akkor, de talán nem kell fizetni érte, vagy valami különbség volt. Mindesetre annak a kötelező tagsága is meg lehet szüntetve. Ja, hogy akkor az is meg lehet szüntetve. Igen. A pedagógusok, tudom, hogy nem volt ilyen, tehát igen. Az a
pedagógus, nemzeti pedagógus. A kamarában volt, és fizetni is kellett. Arra lennék, és aztán majd még egyszer tovább lépünk, még azért kíváncsi, hogy itt bennem fölmerül a párhuzam a pedagógus ügyek és a kamara, az egészségügyi, vagy az orvoskamara történetében, miközben azt érzem, hogy azért nincs valódi párhuzam. De ugye azt látjuk, hogy a tanári szakma két létező szervezete, tehát a pedagógus szakszervezet meg a PDS sarokba szorítása azzal, hogy megvontak az alapvető szakszervezeti jogosítványokat, a civil szervezeteken történő keresztülgázolás, és ezzel ennek az egész területnek a mindenféle mozgalmának, ami nagyon tisztességes és, hogy mondjam, becsületre méltó, amiket itt csináltak, diákostól, szülőstől, stb., de ezek teljesen eredménytelenek voltak, és gyengék és hatástalanok. Most itt, mintha valami olyannak került volna szembe Orbán ami és csapata, ami azért egy jól erősebb, létező érdekképzelet. Az orvosokról mindig azt gondolta az ember, én még a békeidőkben, a szocializmusban is azt gondoltam, hogy azért ez egy nagyon erős érdekérvényesítési jogokkal rendelkező, lehetőségekkel rendelkező szakmai csoport, hogy ez mennyire fog ugyanígy működni, mint a tanári szakmánál, hogy át lehet gázolni, szépen elül, aztán majd valami lesz, hogy ugyanez lesz a történet a mokkal, mint amit a tanárokkal láttunk? Félek, hogy igen. Tehát ennek is ez a vége majd, hogy akkor... Átgázolnak. Uh-huh, uh-huh. Nagyon nem szeretném, hogyha ez történne, de félő, hogy ez fog történni, mert abban az esetben is, hogyha visszalépnek az orvosok a kamarában, mert ugye most vissza kell lépniük, akár kellően nagy számban, ez semmit bennem akadályozza meg a kormányt abban, hogy ne továbbra se tárgyaljon velük. Ja, ma reggel néztem, hogy 12 000 léptek igen, már vissza, vagy 24, jelentették. Igen, de ha 24 000 lépnek vissza, akkor sincs semmi. Uh-huh. A kormány fütyül rájuk, és dafke, akkor elviszi Bicskéig. Igen, de mégiscsak feszegetném egy kicsit, hogy az azért talán különbség, hogy az iskola ügy az minden mérésünk szerint, nem csak a Republika, hanem más mérés szerint nem foglalkoztatja a magyar társadalmat. A gyereke ügye foglalkoztatja, tehát nem akarom ezt, sőt, jó, sokkal sajátja. Jobban foglalkozza a sajátja, de mint társadalmi problémaként nem érinti meg az iskola ügy a magyar társadalmat. Az egészségügy megérinti. Nem, tehát, nem, hát azért a mi mérésünkben az, hogy az első háromban mindig benne van az egészségügy, mint probléma, mint fontos kérdés. Az oktatás ügye mindig az utolsó háromban van, egy 10-15-ös felsorolásban. Tehát azért van különbség a magyar egészségügyről, az emberek nagy részének az az álláspontja, hogy kiszolgáltatott rossz helyzetben vannak. A magyar oktatás ügye érdektelennek minősül ebből a szempontból. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én nem akarok magamat közvéleménykutatási szakértőnek kikiáltani. De amennyit én ezekből a folyamatokból látok, itt két dolog fontos, amit érdemes hangsúlyozni. Egyrészt az, hogy az egészségügyel a világon mindenütt elégedetlenek az emberek. Amerikában, Angliában, Németországban, mindenütt. És ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van, nagyon egyszerű pszichológiai magyarázata van, hogy a betegség, a szeretteink elvesztése, az egy akkora trauma mindenki számára, hogy előszeretettel keresi a külső okot, a hibáztatást. Azért halt meg az én gyerekem, édesanyám, azért fáj nekem a hátam, mert nem jó az egészségügy. Ez egy borzasztó erős mechanizmus, és tényleg komoly statisztikai felmérések mutatják, hogy mindenütt nagy az elégedetlenség. Ez az egyik. A másik, hogy ugye az minden olyan állami tevékenység, ahol az államnak a szerepe jelentős, ilyen az egészségügy is, és az oktatás is, de az egészségügy sokkal, talán még inkább, ott természetes az, hogy a kétféle álláspont, a tetszik nekem, vagy nem tetszik nekem álláspont, az pártpolitikai alapon történik. Tehát azok az ellenzéki szavazók, akiknek rossz véleményük van a kormányról, azoknak rossz véleményük van az egészségügyről. Akik kormánypárti szavazók, és szeretik a kormányt, és kritika nélkül elfogadják Orbán Viktor gondolatait, azok az egészségügyről is pozitívabb módon nyilatkoznak. Tehát valójában az, hogy sokakat érdekel a dolog, az ebből a kétféle csapatból jön össze. Akik szeretik, meg akik nem szeretik. Úgyhogy én annak idején Molnár Lajossal nagyon sokat vitatkoztam, hogy lehet-e az egészségügyet központi kampány témává
áttranszformálni. Ő mindig azon az állásponton volt, hogy igen, én azt mondtam, hogy ez nem nagyon valószínű. Tulajdonképpen neki volt igaza akkor, akkor ez egyszer sikerült, 2006 és 2008 között időszakban, de azóta nem nagyon. Jó, akkor menjünk egy kicsit bele magába az egészségügyi probléma rendszerbe. Mi a most a kamarán kívül, ami nyilván az orvosok, igazából az orvosok problémája? Mi a mai magyar egészségügynek a legfontosabb három problémája? Tehát mi az, amitől azt gondolhatjuk, hogy itt tényleg nagy a baj? Ha nagy a baj, kérdezem én persze ezt is tőle. Mi az a három, ami miatt azt gondoljuk, hogy itt tényleg egy széteső, diszfunkcionális, komoly problémákkal küzdő ágazatról van szó, vagy pedig ezek ugyanolyanok, mint amit mondtál, hogy a német egészségügy, én most éppen a holland egészségügyet látom közelebbre, a lányomnak most született egy iker gyermeke, és látom, hogy mennyire másképp működik a holland egészségügy, mint a magyar. Tehát, hogy mi az, ami ilyen specifikusan a magyar egészségügynek a leginkább jellemző problémái. Három. Én azt gondolom, hogy az első helyen a rendszer finanszírozása áll, tudnélik az a felemás állapot, hogy elvileg ugye társadalombiztosításból, munkabérarányos jövedelmekből levont összegekből finanszírozzák az egészségügyet. Ez 1991-92-ben, amikor elindult, akkor ez elégendő volt a rendszer működtetéséhez, és azóta folyamatosan romlik ez az arány, tehát egyre több pénzt tesz bele a költségvetés közvetlenül az egészségügybe, mert jóval túl van a felén. És innentől kezdve tulajdonképpen senki sem felel, meg senkinek sem igazán fontos, hogy ez az egész rendszerben mennyi pénzbe kerül, és hogy ezt pazarolják vagy sem. Ezt nem lehet másképp megoldani, mint vagy egy biztosítási reformmal, amit az SZDSZ hagyományosan pártfogul, és én is azt gondolom, hogy olyan biztosítási rendszerre van szükség, mint például Hollandiában, ami a világ egyik legjobb rendszere, és mi ezt akartuk 2006-ban bevezetni, de a német is jó. Vagy vissza lehet menni az állami egészségügybe, ahol már gyakorlatilag visszaértünk, tehát az állam finanszírozza az egészségügyi intézményeket. Ebben az esetben kicsit populárisan fogalmazva, akkor kell csinálni a hősök terén egy nyilvános tajszámégetést, mert akkor ki kell mondani, hogy mindenkinek magyar útlevele van, magyar állampolgárnak jár az egészségügy, és akkor az egész TB biztosítás konstrukciót el kell felejteni. Tehát ez az első probléma, első feladat, sőt én úgy mondanám, hogy ez az első, meg a második, meg a harmadik. Bocsássak, hogy értsem, tehát akkor alapvetően nem csak az a baj, hogy kevés a pénz, hanem hogy ez rosszul van ez a pénz. Rossz módon jön be. Ezekre a szokásos példákat mindenki tudja, én most egy kicsit felidézem a gondolatot, tehát az, hogy valaki minimálbéren van bejelentve, akkor nem kell neki járulékot fizetnie, hogy a nyugdíjasok nem fizetnek az egészségügyi ellátásra semmit, azért, mert az a vélekedés, hogy ők dolgozó életükben már ezt kifizették, ezek teljesen értelmetlen fikciók. Tehát ez az első probléma. Probléma van, és ebben a közvélemény is egyetért, mert az előzőt a közvélemény nem nagyon gondolja végig, de probléma van nyilvánvalóan abban, hogy túlságosan sok ágy és rendelőintézet között rohangál túlságosan kevés orvos. Tehát Magyarországon ilyen értelemben orvos hiány van. Én utálom azt a kifejezést, de nagyon szeretik az orvosok, hogy humán erőforrás probléma van. Szóval ennek a lényege az, hogy túl sok munkahely van, és ehhez ennyi orvos nem elég. Tehát nem az orvos kevés, hanem hogy túl sok helyen kéne lenni, ha jól értelek. Ügyelniük, szombat-vasárnap dolgozniuk, és egész napot lenni. Tehát ez egy alapvető probléma, ez a második számú probléma, hogy ez nincs rendben. A harmadik helyen én a problémák között azt emelném ki, sok minden tolakszik föl a harmadik helyre, de talán a legfontosabb az, hogy a orvostársadalom, a politika, a közvélemény nem érti, hogy az egészségtelen életmód, amiről annyi szó esik, meg a prevenció, amiről annyi szó esik, ez nem elhatározás kérdése.
az egészséges életmód az alapvetően az iskolázottsággal függ össze. Csak úgy próbatesztként érdemes megkérdezni mindenkinek 5 ismerősét, hogy tudja, hogy a dohányzás ártalmas. Mindenki tudja. Tudja, hogy a drog ártalmas. Mindenki tudja. És mégis fogyasztjuk. És ennek elsősorban az iskolázottsága hiánya az oka. Tehát a magyar társadalomban azok élnek egészségtelenül, akik nem eléggé iskolázottak, és vagy, mind a kettő, életük jelentős részét borzasztó rossz munkakörülmények között közölték. Tehát ha valaki a bányában lenyomott 20 évet, vagy a textilgép mellett 15-öt, akkor annak nagyon sok egészségügyi problémája lesz, és ezek visszafordíthatatlanok. Na most ez a hozzáállás, hogy nem egyfajta hibáztatási mechanizmussal kell az embereket megpróbálni egészséges életmód felé terelni, és azt ígérni nekik, hogy majd minden jó lesz, ha ez meg az meg amaz történik, ez szerintem nagyon félrevezető és kontraproduktív, és még az orvostársadalom jelentős része is azt gondolja, hogy az emberek azért élnek egészségtelenül, mert lusták, buták, tudatlanok. Jó, akkor azonosítottunk 3 problémát. Mi az az elmúlt 10 évvel, azért mondok csak 10 évet, mert az első 3-at azt ugye ilyen válságkezelésnek minősítem az Orbán regnálás időszakán, utána mondjuk 2013-ra lehetett volna akár bármit megcsinálni, egy viszonylag jó állapotban lévő gazdaság, erőforrásokkal rendelkezve. Mi az, amire, vagy mik azok a dolgok, amikre azt gondolod, hogy jó lépések voltak ennek a 10 éves Fidesz regnálásnak az idején? Egészen biztosan az első helyre a hálapénz megszüntetés, ehhez kapcsolódó béremelés kell, hogy egy kerüljön. Beigazolódott az, amit viszonylag kevesen mondtunk, de az SZDSZ szakértő általában ezt képviselték, hogy a hálapénz betiltás kérdése. Nem azon múlik, hogy lesz-e béremelés, vagy átalakul a reform, az a rendszer, azon, hogy büntetik-e a hálapénz elfogadását. És ezt meglépte a kormány, és ez alapvetően működik, bár itt-ott hallani, hogy még továbbra is van hálapénz, és itt-ott lecsuknak néhány orvost, teszem azt nagyon helyesen, amennyiben rá bizonyítják, hogy pénzt fogadtak el, de ez egy történelmi jelentőségű lépés, és nem csak önmagában, tehát abban az értelemben, hogy a hálapénz megszüntetése az hallatlanul fontos, az orvosoknak is, a betegeknek is, és nem csak abban az értelemben, hogy ehhez persze jól jött, és helyén való a béremelés, hanem abban az értelemben is, hogy az orvos társadalom önmagára is jó lelkiismerettel tekint, és azon kívül pedig számítani lehetett, pont, igen, újra kezdem a mondatot, tehát nagyon fontos, hogy az orvos társadalom önmagával jóba legyen. És egy mellékterméke volt ennek a hálapénz béremelés alkunak az, hogy kialakult egy bizalmi viszony az orvostársadalom jelentős rész és a kormány között. Hogy, na hát azért mégiscsak rendes a kormány, felemelte a béreket. Én több fiatal, valaha volt fiatal orvossal beszélgetek, akik most már az én koromban vannak, és készülnek nyugdíjba, vagy már nyugdíjba is vannak, és azt mondják, először érzem úgy, hogy meg vagyok rendesen fizetve. És ezt értelemszerűen a kormánynak köszönhetik. Na, erről a bizalmi viszonyból sikerült Pintér Sándornak és csapatának egy egészen megmérkezett viszonyt előállítani pár hét alatt, ami végtelen nagy kár. Azt gondolom, hogy ez nem Pintér saját döntése, de ez most mindegy, mert ez túlmutat rajta, de ez most mindegy is. Kicsit úgy érzem, ez olyan, én is ezt mondtam volna, csak nem ilyen szakszerűen, mint te, de majd aztán kérdezem, hogy van-e más, csak azt akarom, hogy kicsit olyan ez, mint a sose felejtem el valamikor a 2002 magasságában ültem az éppen aktuális pénzügyminiszternél egy ilyen egyeztetésen, költségvetés ügyben elnézést a szubjektív dolgokért, és akkor amikor kiderült, hogy semmire nincs pénz, akkor mondtam ilyen kicsit naívan, hogy tehát miért nem szedjük be az adókat?
és azt mondta az éppen aktuális pénzügyminiszter, hogy Gáborkám, azt mi nem tudjuk megtenni, abba belebukunk. És közben most meg ugye azt látjuk, hogy be lehet szedni az adókat, tehát lehet egy kifehérített, működőképes társadalom. Nem tudom, hogy ez milyen politikai hatalom kell, meg mekkora elszántság, de én is úgy látom, hogy itt valami elszántság van, és akkor az akár működhet is. Van-e más ilyen példád, amit ebbe a pozitív oldalra tudunk tenni a visszatekintésnél? Hát én őszintén szóval a hálapénz megszüntetésén kívül más jelentős más pozitív lépés nem tudom. Jó. Akkor de ez viszont tényleg Teljesen értek, és egyet is értek. A következő kérdés akkor ennek kapcsán, hogy én a legmegoldatlanabb problémának ma az állami és magánszektor közötti átjáratatlanságot látom, vagy rendezetlenséget, amiről te már beszéltél ugye abban az értelemben, hogy itt az egész az állami rendszer milyen működésképtelen. Ugyanakkor, mintha egyre bővülő mértékben rendelkezésre állna ez a magánszféra. Tehát ma már az emberek egy jó részének nem is jut eszébe. A középosztály fölötti embereknek természetesen, akik ezt megengedték magának, hogy egy problémájukkal az állami egészségügyet keressék, tehát ha eltörik a gyereknek a keze a játszótéren, akkor nem biztos, hogy a baleseti sebészetre rohan be vele a kicsit is jobbmódú család, hanem keres, ahol a baltával fejében kell együtt ülni egy fél napig, vagy még hosszabb ideig a 9 éves köröknek, hanem keresnek egy magánrendelőt, ami már hétvégén is begipszeli ezt a kezet. Hogyan lehet ezt a problémát megoldani, és miért van az, hogy egyre bővülő módon jelentkezik a magánegészségügy kínálati oldalon, és valahogy nem történik ennek a kettőnek a kezelésével semmi, vagy nagyon kevés? Azt hiszem, hogy amit most tapasztalunk az elmúlt hetekben, hónapokban, az két hatásnak az eredője. Az egyik az az, hogy kérem szépen, ezt előre meg lehetett mondani, meg is mondták. Én emlékszem egy beszélgetésre, talán 8-10 évvel ezelőtt volt, amikor egy magyar vállalatvezető barátom Lengyelországba került vállalatvezetőnek. És ő mesélte azt, hogy egy nagy lengyel vállalatnál természetes az, hogy a dolgozók, az adminisztratív dolgozók, és persze a főnökök különösen magán egészségügyet vesznek igénybe. Mert annyira lezüllött az állami egészségügy. És akkor azt mondtam én, meg kollega is, hogy a magyar egészségügy még nem tart itt. De világos volt, hogy e felé megy a dolog. Egyszerűen azért, mert a piacgazdaság visszaszoríthatatlan, különösen egy olyan országban, mint Magyarország, vagy Lengyelország, ahol tehát ilyen nagyon erős évtizedes gyökerei voltak az állami rendszernek, és az emberek fenntartással, mély fenntartással és szkepszissel, gyanaklással viseltetnek ez iránt. Tehát ez természetes volt, és aztán még egy hosszú periódusban, amikor ugye a bér probléma is nagyon kiélezett lett, akkor ez természetes volt, hogy az orvosok, a nővérek, a szakdolgozók mindenféle képesítségkel átzsilipeltek a magánszektorban. Tehát ez a fő probléma, és ez a folyamat megállíthatatlan. A mellék probléma az az, hogy a COVID-járvány idején a kormány pánikszerűen és teljesen indokolatlanul felfüggesztette az állami egészségügyben működő viszonylag jó és viszonylag hatékony úgynevezett teljesítményfinanszírozást, vagyis azt, hogy utólag a kórházak megkapták a működésükből eredő költségek megtérítését. Ez az úgynevezett homogén betegségcsoport rendszer, ami alapján a kórházakat finanszírozták. Magyarországon nagyjából 1990-től egészen a COVID-járványig minden kórház annak arányában kapott pénzt, hogy mennyi egészségügyi ellátást végzett. Ezt megszüntették, és visszatértek a szocializmus idejéből vett úgynevezett bázisfinanszírozásra, vagyis, hogy minden intézmény ugyanannyi pénzt kap, mint az előző évben. És ezzel megszűnt a nyomás a magyar egészségügy intézményein, hogy dolgozzanak. Miért dolgozzanak többet az orvosok, ha a kórház ettől nem kap több pénzt, és akkor ő sem kap?
És ez a kettő eset most itt egybe, nagyon-nagyon súlyosan, és hát már évközben, évek közben, tehát már 2020-ban is lehetett látni, hogy a magyar egészségügy soha olyan keveset nem teljesített az állami egészségügy, mint éppen a COVID-járvány idején. Egész osztályokat zártak be. 60 éves orvosokat elküldtek nyugdíjba. Tehát a műtétek száma visszaesett, drámaja. Tehát a rossz szabályozás ezt a helyzetet még tovább súlyosbította. És még van egy harmadik tényező, ha már erről beszélünk, amit a közgazdasági tankönyvek úgy szoktak jellemezni azzal a példával, hogy attól, hogy többet fizetünk valakinek, egyáltalán nem biztos, hogy többet fog dolgozni. Számos fejlődő országban vizsgálták például a taxik működési rendjét, és kiderült, hogy teljesen tipikus dolog az, hogyha egy taxisofőr többet keres, mert fölemelheti a taxi árát, akkor kevesebbet fog dolgozni. Mert nem kell annyira a pénz. Egy magyar orvos, ha megkapja a havi fizetését a korábbi szint dupláján, akkor nem fog ügyeletet elvállalni. Mert nincs rá szorulva. Tehát ezek itt most egybeestek, és hát ennek a megoldásán gondolkozik a kormány, és ami eszébe jutott, ez a kötelező átvezénylés, ez a lehető legrosszabb ötlet, és biztos, hogy nem fog működni. Jó, akkor nézzük meg, Péter, itt a vége felé, hogy jó, itt ez a halom probléma egy pozitív elemmel, és ez fontos, aminek ezek szerint van negatívuma is, hiszen a béremelésnek most mondtál egy komoly negatívumát, ez az érdekeltséghiány, ami akár kevesebb munkát is jelent a rendszerben. És nem beszéltünk még a szakdolgozók ügyéről, ami nyilván legalább ilyen fontos. De akkor mit kéne csinálni? Mi az a három lépés, mert elnézést, ilyen a mesebeli hármas számmal jövök, hogy mi az, amit ismerve ezt a kormányt, tehát nem most nyilván előállhatnánk a több biztosítós rendszerrel, de nyilván ebből nem lesz ez. De mégis, ha az Orbán fölhívna a telefonon, és azt mondja, hogy nézd Péter, ugorj már be hozzám, mi az a három dolog, amit beszélgessünk már az egészségügyi reformról ebben a nagyon nehéz helyzetben, de mit javasolnál, mi az a három dolog, amit mindenképpen meg kéne sürgősen csinálni, ami rövid távon is és stratégiai szempontból is megoldásokat jelentene? Én azt mondanám, hogy ha a biztosítói reformot nem vállalja fel a kormány, akkor ne csinálja semmit, mert csak ártani fog. És erre látsz bármiféle eset, vagy lehet annyira rossz a helyzet, amikor nem lesz majd más? Nem. Belátható időn belül nem lesz a helyzet annyira rossz. Egyébként a kormánynak valójában nem áll szándékában komoly reformot csinálni, mert a komoly reformnak az első feltétele, és ezt az SZDSZ nagyon megtanulta a saját példáján, de eddig előtte is tudtuk, hogy akkor lehet komoly egészségügyi reformot, horribiledictu, oktatási reformot, nukleáris energiareformot, bármit csinálni, ha az ágazatért felelős miniszter először is legyen, másrészt a miniszter mellett ott áll a csoportképen a miniszterelnök. Ha a miniszterelnök a saját személyi súlyával nem támogatja az egészségügyi reformot, akkor biztos, hogy nem fog történni semmi. Lehet, mint ahogy Molnár Lajossal történt, hogy egy ideig támogatja, és akkor a miniszterelnök aztán kihúz mögüle, akkor abból nagy baj van. De ha oda se áll, akkor abból biztos nem lesz egészségreform. Tehát azt Takács Péter bármit mondhat. Ha ezt nem úgy mondja, hogy ott áll mellette a miniszterelnök, akkor ebből biztos, hogy semmi nem lesz. Tehát akkor, ha jól értelek, akkor egy javaslatod lenne, amit biztos, hogy ez a kormány nem fog megfogadni. Egyébként, tehát ugye bátorságot nem láttunk előzőekbe se. Nekem személyes nagy kudarcom a több biztosítós rendszer elbukása, ami nem a népszavazáson, a szociális népszavazáson, hanem az MSZP-n bukott meg. Ezt személyesen mind a ketten megtapasztaltuk. Szóval nincs más kiút akkor ebből az egész rendszerből. Nem lehet egy olyan vegyes rendszert, ahol világosak és egyértelműek a határok, ezt csinálja az állami egészségügy. Tehát nincs egy vegyes rendszer, ami elképzelhető. De vegyes rendszer van, és lesz is, csak az, amely igazán jól működne az emberek számára, megnyugtatóan működne, olyan nincs.
Nem akarom ilyen rossz végkifejlettel befejezni. Hadd kérdezzek még egy fontos kérdés, ami nem tudom, hogy hogy engem is, vagy engem foglalkoztat. Ez egész járványügy, ugye. Találkoztunk valami olyannal, most a háború ez a következő, amivel a mi generációnk úgy volt talán, hogy nem találkozik többet, de ez az egész pandémia történet, COVID történet tényleg számomra egészen hátborzongatóan volt egyrészt, másrészt nagyon izgalmas, hogy tényleg tud-e az emberiség, elég okosak vagyunk-e arra, hogy ilyen típusú problémákkal kezdeni tudjunk világméretekben. Mit gondolsz arról, hogy egyrészt vége van-e ennek, másrészt tudunk-e, tanultunk-e ebből, tudunk-e valamit kezdeni ezekkel a problémákkal, amik én azt gondolom most ezután, hogy megéltük ezt, bármikor, bárhol előjöhetnek újból. Természetesen járványok eddig is voltak, és a jövőben is lesznek, ilyenek vagy olyanok, kicsit hasonlóak a Covid-hoz, vagy egyáltalán nem hasonlóak a Covid-hoz, ezek biztos lesznek. Így 3 évvel a járvány után azt mondanám, hogy a leglényegesebb dologban az emberiség, ha kicsit konkrétabban akarunk fogalmazni, akkor a kapitalista piacgazdaság, ha még konkrétabban, akkor azt mondom, hogy az Egyesült Államok és Anglia megoldották a fő feladatot, kifejlesztették a vakcinát hihetetlenül gyorsan, és a vakcina működik. Ez egy óriási győzelme a tudománynak, a piacgazdaságnak, és még külön szerencse, hogy a vakcina ráadásul még olcsó is. Nem szoktak olcsók lenni az új gyógyszerek, ez speciál olyan megoldást találtak. Most kicsit személyesíthetjük Karikó Katalin és más kutatók, amelyek olcsó, hatékony megoldást találtak. Ez óriási dolog. A járvány ellenes intézkedések között már nagyon sok hibás intézkedés volt. Én most csak egy olyat mondok az idő rövidsége miatt, amire azért a hallgatók biztos emlékeznek. Az iskolák bezárása. Talán emlékeznek a hallgatók, legalább egy részük, hogy Orbán Viktor először nem akarta bezárni az iskolákat. Én azt mondtam akkor is, és most is azt mondom, hogy neki volt igaza. Az iskolák bezárása nagyon-nagyon súlyos hiba volt. De kétségtelen, hogy abban a periódusban, amikor Magyarország még nem volt annyira rosszba az Európai Unióval, érthető, hogy Orbán Viktor visszakozott, és nem ment szembe az Európai Uniós állásponttal. Szakmailag neki volt igaza. Az iskolákat nem lett volna szabad bezárni, az egyetemeket nem lett volna szabad bezárni, kiárási tilalmat teljesen értelmetlen volt bevezetni, a repülőgép forgalmat korlátozni teljesen értelmetlen volt. Tehát rengeteg hiba történt, de mondom, a lényeg az, hogy a vakcina meglett, a gyógyszer meglett, gyógyszer is van ma már a Covid ellen, de ami igazán működik, az az oltás. Tehát akkor túlreagált az emberiség gazdagabb, felkészültebb, mondjuk polgári kapitalista része ezt a dolgot? Így van, így van. Nem csak a polgári kapitalista része, ugye most zajlott az elmúlt hónapokban szemünk előtt a kínai. Igazad van, ugye az is sokak számára logikusnak tűnt, hogy ha nagyon szigorúak leszünk, és mindenkit letesztelünk, és mindenkit bezárunk, és mindenki otthon marad, akkor a járványt le lehet küzdeni. Nagyon sokan mondtuk, hogy nem lehet, nem működik a dolog. Kínának ebből óriási gazdasági veszteségei származtak, és ami fontosabb, presztízsvesztessége. Tehát ha most a világpolitikát kínai szemszögből nézzük, vagy a kínai kártyán keresztül nézzük, akkor ez beláthatatlan következményekkel járhat a kínai kommunista párt uralmára és mindenre nézve, hogy ők is bezárták az gazdaságukat. Tehát akkor azt mondhatjuk végül is, csak hogy valahogy próbáljunk meg veszőt tenni, mert ez egy végtelen történet, amiről beszélgetünk, hogy azért az emberiség miközben jól vizsgázott, súlyos hibákat is elkövetett ebben a történetben, de most mondhatjuk azt, te, mint az egészségügyel intenzíven foglalkozó ember, hogy ezen túl vagyunk. Tehát, igen. És majd biztos jön egy másik, de ezen igen, túl vagyunk. Ez tehát így van. Most mondhatjuk. Idézhetjük Churchillnek azt az állítólagos mondását, amikor a háború végén egy nagy beszédében azt mondta, hogy véget ért a háború, rengeteg hibát követnünk el, ezekből a hibákból tanultunk, soha ezeket a hibákat többet nem fogjuk elkövetni. És akkor ugye a mikrofon mellé odaszólt a kollégáknak, más hibákat fogunk csinálni.
Most éppen úgy látszik, hogy a háború ügyben is követünk el hívákat, ez egy másik beszélgetés. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Hallgassák a Liberalizmus vagy Halál podcastját továbbra is a Republikon Intézetnek, és akkor itt most befejezzük. Köszönöm. Én is nagyon szívesen. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a platformon, ahol podcastokat hallgatsz, és kövesd a Republikont a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on is. Ha pedig hozzászólnál a témához, kommentelj bátran, és gyere el a következő konferenciánkra, ahol egy kávé mellett személyesen is beszélgethetünk.